Harmadik fejezet, melyben apa és anya első napjáról megtudunk egyet-mást. Kisvajkai és Köröshegyi Vajkai Ákos, nyugalmazott megyei levéltáros, s felesége, született Kecfalvi Bozsó Antónia, nézett a vonat után, mely kifelé lihegett, és a szemhatár alján nem sokára füstös, fekete pontá zsugorodott. Maguk elé meredtek azoknak az embereknek szomorú és buta mozdulatával, kiket valamilyen hirtelen veszteségért. Legalább ahhoz a helyhez ragaszkodtak, hol utoljára látták. Nem bírtak elmenni. Aki elutazik, az tova tűnik, az megsemmisül, az nincs is. Csak annyira él, mint az emlék, mely visszarévet képzeletünkben. Tudjuk, hogy van valahol, de nem látjuk őt, akár azokat, kik meghaltak. Pacsírta pedig eddig nem hagyta el őket hosszabb ideig, legfőlebb egy napra, egyszer, amikor elutazott szeglédre. Vagy fél napra a tarligeti kirándulások alkalmával, és akkor is alig várták. Milyen nehéz volt elképzelni, hogy most nem jön haza velük. Ilyenféle gondolatok gyötörhették a két öreget. Lehorgasztották fejüket, a pálya kavicsait bámulva, nem kevésbé búsan, mint egy váratlanul, gyorsan behantolt sírdombot már is érezték a magányt. Kínosan, egyre növekedve ott lebegett köröttük a csöndben, melyet a vonat hagyott maga után. Vékonyka vasúti tiszt közeledett, piros szalaggal, szárnyas kerékkel a karján, ki a vonat indulásánál a sínek között állott, és most határozatlan lépésekkel az iroda irányába ment. Arca sápat volt, de szűk homlokán, a sapka ellenző alatt éretten virítottak a megyszín nyári pattanások. Mellén lötyögött az egyenruha. Szippantgatta a levegőt, mert állandóan náthagyötörte, s bal órjuka ilyen verőfényes időben is bedugult. Sóhajtott, hogy szuszogását kissé megszépítse. Köhögött is, bár egyáltalán nem kellett köhögnie. Azonnal észrevették őt. Cifra Géza volt. Az asszony figyelmeztette urát, Ákos is látta már előbb, csak nem akart szólni. Tanakodtak, mit évők legyenek elfordították fejüket. Nem akartak vele találkozni. Cifragézát Gézát kilenc év óta ismerték. Annak idején, hogy ide helyezték, a tiszt látogatást tett házukban, és vajkaiék lekötelező szeretettel fogadták őt, mint mindenkit. Többször meghívták Ozsonnára, néhányszor vacsorára is. Cifragéza Géza elfogadta meghívásukat, csupa félszegségből, mert ő nem tudott nemet mondani senkinek. Dicsérte az ozonnát, vacsorát, a katolikus nő egyleti bálban pacsirtával táncolta a második négyest, a tarligeti tavon nagyobb társasággal csónakázni vitte, foglalkozott is vele, már ahogy ő tudott nőkkel foglalkozni. De aztán minden ok és alap nélkül arról kezdtek beszélni a városban, hogy pacsirtát elveszi. Erre egyszerre elmaradt tőlük. Más társaságba került, pár díjnokkal, obskurus hivatalnokkal szokott összejönni, kik az ő társadalmi helyzetén is alulállottak. De silány szellemi világuk közelebb esett az övéhez, jobban illettek hozzá, mint bárki más. Ennél fogva szégyelte barátait, mint feleségét az, aki rangján alul nősült. Nem is mutatkozott velük. Titokban találkoztak az egyiknek vagy a másiknak lakásán, és itt kiröhögtek mindent, lebecsültek mindenkit, főképp egymást. Annyira irigykedtek egy borostyán szopókáért, egy új ezüst cigarettatárcáért, annyira gyűlölködtek arra, ki közöttük valami kis pénzhez jutott, vagy örökségre tett szert, hogy a kicsöppentek azonnal szövetséget kötöttek a szerencsétlen pajtás ellen. Természetesen még mindig a barátság keretén belül, és képesek lettek volna neki halálosan ártani, névtelen levélben följelenteni, kitörni a nyakát. Cifra Géza nem volt ennyire irigy ennyire rossz lelkű, és ezért olykor undorodott is tőlük. De mégsem tudott kiszakadni innen, mert cimboráihoz, kiket a kicsinyesség és gonoszság tartott össze a szenvedély erős kapcsával, sivár műveletlensége kötötte, és szerette hülye diák tréfáikat, disznó vicceiket. Lassanként el is hidegedett a köztel meg a vajkaié között való barátság. Csak épp köszöntötték egymást, pár szót váltottak, mikor így alkalomszerűen találkoztak. Pacsírta, nem emlegette cifragézát, hiszen sokan voltak ilyenek. Szülei azonban cifragézát nem felejtették el. Neki, épp ő neki, nem tudtak sohasem megbocsátani, ő a begyükben volt. Mi volt a hibája? Mi volt a bűne? Semmi, bizonyára semmi. Soha egy ujjal sem nyúlt leányukhoz, nem hitegette, nem csalogatta, célzás nem tett semmire, akár csak a többi férfi. Mindössze annyi történt, hogy kilenc évvel ezelőtt, ismeretségük első évében, egy márciusi estén, illedelemből hozzácsatlakozott a magyar király előtt, s a jó időről, meg a rossz időről beszélgetve a baros kávéházig kísérte, és pacsírta, a szülei boldog meglepetésére, Pár perc késedelemmel érkezett haza a vacsorához, melyet rendszerint nyolc óra tájban szoktak elkölteni. Vajkaiék ezt nem tudták elfelejteni. Évek múlva is erre a titokzatos esti sétára gondoltak, és cifragézát családi legendával övezték, mely egyre nőtt bennük anélkül, hogy valami is táplálná. Hol lenézték, hol vádolták, hol pipogyafráternek, fráternek, hol minden emberi érzésből kivetkezett, becstelen élfhajhásznak tartották ezt a vékony dongájú, gyatra, de nem egészen rossz indulatú fiatalembert, ki közöttük különben csak az ő volt. Nevét soha sem ejtették ki. Kétségtelen az, hogy Vajkajéknak egy időben roppant tetszett legmerészebb álmaikban sem szemelhettek ki leányoknak alkalmasabb kérőt. Csak ilyen jóra való, megbízható, házias fiatalemberekről ábrándoztak, kik vasalatlan posztónadrágot viselnek, nyomott homlokukat kínosan ráncolják, kisé izzadnak és elpirulnak, mikor beszélnek. Géza közéjük tartozott. Mindig zavarban volt. Mihelyt értelmesebb emberekkel került össze, rosszul érezte magát, gyötrelem tükröződött arcán. Kín volt ránézni. Félt mindentől. Félt attól, hogy korán jön, vagy későn megy. Félt, hogy megsértik őt, vagy megsért mást. Félt, hogy sokat beszél, vagy keveset beszél. Attól is félt, hogy sokat eszik, vagy keveset eszik. És vendégségben rendszerint kétszer visszautasított valamit, míg harmadszori kínálásra vett belőle félrebillent fejjel, mentegező mosolyjal. Most sem tudta, mit tegyen. Arról fogalma sem lehetett, mit jelentető ennek a két szegény, öreg embernek. Csak azt érezte, hogy kisé hidegebbek iránta, mint annak előtte, de ezt természetesnek kellett tartania. Oda menjen-e tehát, vagy ne menjen. Legjobban szeretett volna eltűnni, észre sem venni őket. El is határozta. Akkor azonban eszébe jutott, milyen illetlenség, botrány, hálátlanság lenne, megijedt szándékától. És, mint rendesen történni szokott, ellenkezőjét művelte annak, amit föltett. Oda ment. Ákos, ki még mindig ott állt feleségével, csak akkor rezzent össze, mikor cifra Géza a kesztyűs kezét csapkája ellenzője emelve üdvözölte őt. Elutazott? kérdezte. El. Szólt az apa rekedten. Itt elakadt a beszélgetés. Ez az a pont, melytől Cifra Géza mindig rettegett. Tulajdonképpen kezdte, anélkül, hogy folytatná. Ilyen szókkal töltötte ki a társalgás hézagait, de nem sok eredménnyel. Mosolygott, elkomorodott, meleg hideg borzolgatta, nagyokat nyelt. Arra gondolt, most már elég ideig volt itt, majd rögtön arra, hogy kevés ideig volt itt és nem lehet még elmennie. Ádám csutkája leföl mozgott gugás nyakán. Zavarában megnézte zsebóráját. 247, mondta vasutas nyelven. 520 korot lesz. Apa nem felelt, de anya mosolygott rá szívesen, marasztalóan, mint egykor régen. Nem késik a vonat? kérdezte tőle. Nem, feled Cifra Géza. Erre úgy képzelte, hogy most már igazán mehet. Tisztelegni akart, aztán mégis inkább megemelte sapkáját civil módra. A két öreg kifelé indult. Hosszú délután volt előttük, és minthogy nem tudták, mit csináljanak, hazafelé tartottak. Még siettek is, mintha bizony várná otthon őket valami. Ákos öt éve elhagyta a megyét, betegségére való tekintettel nyugalomba vonult. Napjai múltak, hónapokká, évekké olvadtak, észre sem vette. 59 éves lett. Sokkal öregednek látszott, legalább 65-nek. Mielőtt nyugdíjaztatta magát, a Petőfi utcában megvette földszintes házát megkuporgatott garasaiból, meg abból a vagyonroncsból, mely anyai nagyatjáról, Körcsi Gedeonról maradt rá. Egyében nem volt se égen, se földön, csak ez a házikó. Itt szokott járkálni hátratett kézzel, belefáradva a semmittevés unalmába. Várta, hogy felesége és leánya fölkeljen, aztán, hogy lefeküdjön, hogy megterítsék az asztalt, aztán, hogy leszedjék az asztalt. Petvet nyugtalanul, szemében aggodalmas fényel. Társaságba évek óta nem járt. Nem ivott, nem dohányzott. Gál doktor, a házi orvosa, meg a pesti tanár, mikor fönnyárt, az érelmeszesedése miatt eltétották a szesztől is, meg ami jobban fájt az ő kedves szivarjaitól. Egyetlen szenvedélye, mely a múltból megmaradt, az volt, hogy beült az udvarra néző kicsiny, mindig nyírkos szobájába, és elővette Nagy Iván valamelyik kötetét a magyar nemesi családokról, vagy Csergeő Géza élvezetes, becses művecskéjét a címerek fejlődéséről, és lapozgatta. Értett a heraldikához, a címertanhoz, a diplomatikához, a levéltanhoz és a szfragisztikához a pecséttanhoz is. Nézegette, silabizálta a latin nyelvű adományozó leveleket, litteri lesz, melyeket valamelyik régi király íratott, s nem akadhatott kezébe oly nyécédula, oly perbehívó, exekucionálé vagy káptalani vallató fasszió, melyről ne tudott volna azonnal fölvilágosítást adni. Egy szempillantás, és látta, hogy sarjaznak szét a különböző nemzetségek, mit jelent a címer mezőnyén egy vízirányos szelemen, egy kiterjesztett sas, vagy egy aranygolyó. Élvezte is hivatását minden érzékével. Micsoda öröm volt megpillantani a nagyítón egy egérrágást, egy fúrást, vagy egy zegzugos szójáratot, és közben leszívni mélyen a penész savanykás illatát. Itt élt a múltban. És amint mások a jövendőmondóhoz járulnak, úgy zarándokoltak ő hozzá sokáig messze megyékből előkelő urak, kik múltjukat óhajtották megismerni. Fiatal korában kenyérkeresetből űzte a törvényes származás kimutatását, a filiációt, a dedukciót, de később sem tudta abba hagyni, hogy már szükségesen volt rá. Úgy merült bele egy donáció régiába, mint valami izgalmas sakrejtvénybe, és kereste a nagyszülőket, szépszülőket, dédszülőket, aztán a legértekesebbet, az őst, a vagyonszerzőt, a primus Aquirenszt, ki leleményével egész nemzedék szerencséjét alapította meg, vitézítetteivel dicsőséget sugárzott minden ivadékára. Feje asztalnokoktól, csillagkeresztes hölgyektől, máltai lovagoktól zsibongott. Nagy tisztelettel beszélt azokról, kik udvarképesek. Ha nem akadt munkája, ismerőseit szedegette elő. Cifra Géza törvényes származását is ki akarta mutatni. Egy ideig szépen haladta a genealógiai tabella, át is rándult vele együtt szomszéd megye hogy újabb adatokat gyűjtsön, de a munka egyszerre megakadt. Cifra Géza apai dédapjáról már sem ő, sem az okmányok nem adtak pontos fölvilágosítást. Így családfája, melyet Ákos rajzolni kezdett, abba maradt. Lombosodó ágai elhervadtak, mintha pusztító vihar dúlta volna föl. Valahányszor kezébe került ez a rajz a többi iratai között, gúnyos mosoly suhantát arcán. Cifragéza nem is volt nemes ember, csak aféle közönséges jött ment. Mi mindent tudott azonban mesélni az ő-őseiről. Kiket jobban ismert az élőknél a vajkai ádámokról, sámuelekről, kik fölvidéki sasvészkeikben laktak, leányokat raboltak, a nőkről, a klárákról, katalinokról, erzsébetekről, kik Mária Terézia púderes bájain szerepeltek, vagy felesége családjáról, a hatalmas bozsókról, birtokaikról, melyeken a 18. század közepéig főúri gazdagságban éltek, egy-egy szóról, melyet a régi atyafiak elejtettek valahol századok mélyén, és arról az arany is, mely címerük vörös mezőnyében nyiladozott. Olyan régi vér lüktetett bennük, hogy nemesi levéllel nem is rendelkeztek, mert nemességüket donációs birtokkal kapták, címerüket is ősi úzusz jogán használták. Dolgozó szobája falán berámázva függött ez a címer, a családfája is, melyet évtizedes, fárasztó munkával második endréig vezetett vissza, és tulajdon kezével pingált ki halvány vízfestékkel. Szerény állására, kis jövedelmére való tekintettel nem kérelmezhette a császári és királyi kamarásságát, noha sokszorosan jogot tarthatott rá. De ez nem bántotta soha. Nem lévén hiú ember, őt csak az elv érdekelte, az növelte titkos önérzetét, a kivitel már nem. Munkájával 50 éves korában elkészült. Minden vajkai és bozsó származását földerítette, akár éltek, akár haltak. Mit tehetett most? Böngészgetett régi pergamentekben, papírokban, hártyákban, üldögélt dolgozószobája nyikorgó kerevetén, melyet török mintás szőnyek borított, megfakulva ebben a régiségtári levegőben. Ült itten, és a jövőre gondolt. De a jövőből csak annyi látszott bizonyosnak, hogy nem sokára meghal. Erről az öreg emberek kíméletlen közönyével, döbbenetes tárgyilagosságával beszélt, ami pacsirtát, meg a feleségét is gyakran megrékatta. Régen megboldogult szülei kriptájára sírkövet állított, sötét barna márványból, rávésetve aranybetűkkel, a vajkai család sírboltja. A sírt rendben tartatta, pázsitját öntöztette, négy puszpángot ültetett rá, és olajfestékkel festette be azt a padot is, melyen a temetői látogatások idején merengeni szokott. Közölte, hogy apja és anyja között óhajt majdan pihenni. Rendelkezett, hogy a tiszta szobában ravatalozzák föl, a folyosót vonják be feketével, de csak két pappal temessék. Testamentumát lepecsételt borítékban íróasztala alsó fiókjába zárta, és figyelmeztette feleségét, hol találja majd meg akkor. A halára való készülődés utolsó éveit jobbára lefoglalta. Különösebb izgalmat csak akkor érzett, mikor a temetkezési egylet egy-egy tagja meghalt. Ekkor kezében a halotti könyvecskével, így mondta mindig könyvecske. A városba ment, elsőnek sietvén az egyletbe, hogy befizesse illetékét, és hazajövet, még egyszer föllapozta a füzetet, nézte, bevezettéke a díjtételt, és kezével, melyen kéken puffadtak a kemény, meszeserek, sárga, reszkető ujjával mutatta családjának, hogy minden rendben van. Most, hogy az aszfalton lépkedett, nem volt már nála a fehér csíkos gyapjútakaró, meg a kulacs, de úgy ment, mintha terhet viselne, nagyobbakat, mint előbb. Felesége is gyámoltalanul járt a fal mellett, mint egy oltalmat keresve. Kis diákok cirkáltak az utcákon, hazatérve a szeptember elsői könyvásáról. Eladták kigumizott könyveiket, újakat vettek helyettük, és nevetgélve a tanárokról beszélgettek, főképp a két legszigorúbbról, Málvádiról, a számtan és fizika professzoráról, meg a részeges szunyogról. Még nem volt lecke. Ma kezdődtek az iskolák. Fél óráig tartott, még hazavánszorogtak a Petőfi utcába, melynél már elfogyott az aszfalt, és két oldalt gazzal fölvert, nyílt árok futott. De rég szomszédjuk, Veres Mihály, künnült az utcán árral dikicsel kezében. Veres Mihály foltozó varga volt, küszködő, őszbe csavarodott kisiparos, ki egészségtelen, sötétes műhelyében, melybe három tégla kellett lemenni, reggeltől estig dolgozott, kedvetlenül és lassan. Áporodott csirisszak szállt ki innen, mely vajkaiék lakásába is beszüremkedett. A varga számtalan neveletlen gyermeke a nagy, piszkos udvaron hancúrozott, disznóólak üres kocsi színek között. Szemben emelkedett a vajkai ház. Ez a takaros, fehérre meszelt porta most is csöndben aludt. Az öt utcára néző ablak be volt csukva, függönyeik leengedve, krémcsipkéik az ablakpárnákra lógtak, melyeket ebben a hőségben sem vettek ki az ablakok közül. Ákos előkereste zsebéből a mindig nála lévő kulcskötegeket, kinyitotta a fekete rácsos kaput, bementek. A szobajtót bezárta maga mögött, és minthogy belül két részszögön télen-nyáron vastag falszőnyek függött a léghúza mellen, azt most is gondosan odalkasztotta. Kongó lakás fogadta őket. Csak ekkor kezdtek beszélni. – Hogy bírjuk ki? – szólt az asszony, könnyezve, a szűk folyosón. – Majd kibírjuk – mondta apa. – Péntek, szombat, vasárnap, számolta a nő az ujjain, mintha rózsafűzért morzsolva imádkozna. Aztán hétfő, kett, szerda, csütörtök, és megállt sóhajtva. Péntek. Egy hét. Egész hét, apa. Mi csinálunk nélküle? Ákos nem válaszolt. Ő kevesebbet beszélt, többet érzett, többet gondolkozott. De minthogy az asszony még mindig könnyezett, megjegyezte. Na, ne sírj. Ma péntek van. Aki pénteken sír, az vasárnap nevet. Mi is majd nevetünk, anya, mondta minden meggyőződés nélkül, és bement az ebédlőbe. Itt az asztal a délutáni fényes napsütésben állt, zsíros tányéraival, poharaival, az ebédtől maradt morzsáival, melyeket a máskor a kis kefével azonnal letisztogatott. De azért most is milyen gondos volt, milyen figyelmes, a tiszta szobában, mielőtt elment, rendbe állította a székeket, a hálóban előre megvetette az ágyakat, apa ágyát, meg anya ágyát, az éjeli szekrényre kikészítette a két pohár vizet, és az üvegbúrás aranyóra mellé, az almáriumra odatette a mécsest, a gyufát is, hogy majd megnyújthassák. Anya a leány szobában rakosgatott. Ákos tanács talanul benyitott ide is. A leány szobája valaha tiszta, fehér kápolnához hasonlított. Festései azonban idővel megkoptak, párnái bepiszkolódtak, megszürkültek. Üres, szépítő álltak a szekrényekben, imakönyvek, melyekből szentképek, képek, csipkés szélei látszottak, német fölírással, bársonyba kötött cirádás emlékalbumok, báli legyezők, telefirkálva nevekkel, táncrendek, illatzacskók, hamis fürtők, melyek spárgán fügtek. Pacsírta tükre az ajtó mellett a legsötétebb sarokban lógott, északnak fordítva. Csönd lebegett mindenen. Milyen üres itt minden, sóhajtott az anya, és mutatta kezével. Ákos nem tudott mit mondani, s mint hogy a hosszú házasság alatt elvesztette kezdeményező erejét, ismételte. Milyen üres. Átmentek megint az ebédlőbe. Itt az üvegszekrényben csillogtak a velencei emlékek, a balatoni emlékek, a kárzbadi poharak, melyeket egy életen át fölhalmoztak, és öntudatlan kegyelettel őriztek. Villogtak az apró cseprő is, melyek már egészen haszontalan, alkalmatlan, olcsó portékák. A bazári ibrikek, a csöpporcelán kutyusok, az ezüstözött kancsókák és aranyozott angyalkák, a vidéki élete rémes bálványai, melyek a támlásdívány felső állványára oszlopos rekeszektől elválasztva, minden nap külön-külön darabonként letörölgetve kerültek, és özerezzentek, valahányszor leültek, mellükre pottyantak, valahányszor lefeküdtek. A képek is mély fájóan merettek rájuk. Dobozi, a magyar hős, ki a törökök elől menekülve hitvesét tartott a csupasz mellén, az első magyar minisztérium és battyányi kopasz fejével kitértre ereszkedett, és karjait kitárva várta az osztrák zsandárok gyilkos golyóját. Menjünk ki talán a kertbe! indítványozta az asszony. Menjünk ki. Kimentek a kertbe. Sárga, tikkasztó hőség fogadta őket. Kényes, fehér cicák sétáltak a smaraggyöpön, A kútnál edény állt, benne poharak, és az üveg a vízben szivárványlott. Egy napra forgó, hajlott szárán a lángoló nyugat felé emelte napimádó arcát. Vadgesztenyefák, ákácok, ecetfák meredeztek. Hátul a fajnál az alkörmös mutogatta sötét, érett bogyóit. Leültek a padra, melyen pacsírta horgolni szokott egymás mellé. Szegényke, szólt anya, legalább kipiheni magát. Aztán, és nem szólt többet. Micsoda? Hát, ha akad valaki. Ki valaki? Valaki, mondta az anya félénken. Valami szerencséje, tette hozzá bátran, az asszonyok megható szemérmetlenségével. Az apa ingerülten elfordult. Szégyelte, hogy hallotta azt, amit annyiszor hiába hallott. Azt, amire folyton gondolt, azt, ami sok keserves csalódást, arcpirító fölsülést okozott neki. Durvának tartotta a felesége megjegyzését. Vállat vont. Majd alig hallhatóan mondta. Ugyan zsebóráját nézegette. Mit is mondott? kérdezte. Kicsoda? Ő, szólt az öreg úr, és felesége megértette, hogy cifragézáról van szó. Öt húszkor. Fél hat, felelt az apa. Most érkezett meg? Ez a gondolat kissé megnyugtatta mindkettőjüket. Fölkeltek a padról, végighaladtak az orgonabokrok közt, melyek alatt kőtörpe állt őrt. Pacsirtával együtt ebben az időben indultak sétálni, néptelen mellék utcákon, a kálváriáig és vissza. Most nem mentek el. Többször körüljárták a kertet egymás mellett egyre gyorsabb ütemben. Ákos azt remélte, hogy a lovak a pusztán nem ragadták el, és Tigris nem harapta meg a leányt. Anya utána bandukolt, megosztotta és eloszlatta aggodalmait. Úgy látszott, hogy ez a hét melyet egyedül kell tölteniük, rosszul kezdődik. Nagyon rosszul. Végtelennek, kilátástalannak rém lett. Pacsírta megígérte, hogy mihelyt megérkezik, haza sürgönyöz. A sürgönyt megírták otthon, csak föl kellett adnia. Mindössze ennyi volt. Szerencsésen megérkeztem. Lassan bealkonyodott. Darabig várták a sürgönyhordót künn kertben, de mert itt nem találták helyüket, bementek abban a hitben, hogy akkor majd mindjárt megérkezik. Múltak az órák, mégsem jött. Ákos bezárta az ajtókat. Mint minden este, megnézte, hogy a bútorok, a szekrények ruhái mögött nem áll -e valaki. Majd kilenc tájban, mikor rendesen leszokott feküdni, a hálószobába tért feleségével, és itt az ágyra heveredett ruhástól. Elcsigázva a fáradtságtól, azonnal elnyomta az álom. Álmában ismét a Szécsényi utcán ment feleségével, meg pacsirtával az állomás felé. De most letértek a rendes útról, és egy kevésbé ismerős utcába csaptak, aztán az alagúton át mindenféle kerülőkkel valami fatelepre jutottak. Itt egyszerre észrevette, hogy leánya hiányzik. Feleségére pillantott, és ez egy tekintettel erősítette meg borzasztó sejtelmét. Az asszony tekintete pedig nem csak azt jelezte, hogy eltűnt a leány, hanem azt is, hogy elrabolták. Azok, kik már sokszor, azok a rejtélyes fickók, kik félig vaspáncélos, középkori lovagokhoz, félig fekete állarcos bohócokhoz hasonlítottak. Ákos futni kezdett előre, a fatelep felé, majd megijedve a magánytól, visszafelé szaladt. Pillanatra úgy rémlett, hogy látta is őt. Egy palánk mellől, mely az ő kerítésükre emlékeztetett, pacsírta esdekelve emelte rá Ferde szemét, mint csöndes őrült, és kezét feléje nyújtva kérte, hogy segítsen rajta. Úgy látszik, be volt oda zárva. Ákos épp nyújtani akarta feléje kezét, de erre eltűnt. Később hiába kereste, nem találta sehol. Kapukon zörgetett, kocsmákban érdeklődött, betért egy gyanús házba is, valami külvárosi bordéházba, hol ronda dajnák kinevették, és majd megverték. Végre egy műhely félébe ért, melybe több lépcsőn kellett lemenni a föld alá. Így zöld kötényben gubbasztott egy munkás, de nem veres úr, hanem holmi gonosz, sunyi ember, ki hivatalos sapkát viselt, bádok számmal, láthatóan mindent tudott már, és rá sem nézett Ákosra, csak a cinkosok közönyével mutatott egy függönyös üvegajtóra. Ákos berontott ide, és a homályos benyílóban valóban meglelte leányát. Pacsírta a földön hevert, rettenetesen megcsonkítva, kopaszra nyírva, kés szúrásokkal mellén, holtan. Az asszony csöndesen tetvett a szobában, hogy fölnekeltse alvóférjét hallotta szaggatott légzését, mely a kiabálást előzi meg, nézte nyugtalanul forgó fejét a kis párdán. Ákos első álma gyakran lidérces volt, melyből szívdobogva állati ordítással riadt. Oda ment, föléje hajolt, ujjával megérintette ura homlokát. Ákos fölült az ágyban. Egy korty vizet Szemét tágra mereztette. Még mindig látta az álomalakokat, kikkel már sokszor találkozott. De most is csodálkozott, hogy az, ki mindene, és oly csöndesen élt szegény, álmában így drámai szörnyűségek középpontja. Pacsirtát ilyen álmai után még jobban szerette. Felesége a sürgönyről beszélt. Még nem jött meg? kérdezte Ákos. Még nem. Erre beregett a konyha csengője. Az asszony fölugrott, szaladt ajtót nyitni. – Itt van! – kiáltotta, és visszajött. – Szerencsésen megérkeztem! – olvasta. Ákos kezébe vette, s nézte boldogan, hihetetlenül. – Szerencsésen megérkeztem! – olvasta ő is. Megnyugodva, mosolyogva előbbi izgalmukon, levetkőztek, eloltották a lámpát, mind a ketten elszenderedtek. Ideje is volt, mert már elmúlt éjfél.